Üdvözlök mindenkit! Nekrokrém vagyok! Gyerekek, jön egy kis Destiny 2 forszéken egy hónap után, vagy bármikor is megjelent, és hát bármikor is nézed ezt a videót, megeshető neked már nem egy hónap mióta megjelent. Na, az, az a lényeg, hogy azután, miután megjelent egy jó idővel, egy a féle, hogy mondják, visszajelentést szeretnék adni arról, hogy mit kaptam a forszékönben a pénzemért, és hogy megérte-e befektetni a forszékönbe. És a, amit mondtam a forszékön bemutatómba is, számomra megérte befektetni a forszékön, mert én nagyon szeretem a destiny mint történetet, és a gameplay jel sincs semmi bajom, annak ellenére, hogy nem értek egyet az Eververse működési rendszerével, ettől függetlenül <kül> a storyt magát, ahogy alakul az egész dolog, az nekem tetszik. És elmondtam ugye a Forsaken bemutatóban az, hogy a játék egy jó irányt vet föl, valami olyasmi felé, ami kihúzhatja ezt a játékot a mély gödörből, amibe belekerült, és egy nagyszerű játékká teheti meg. Úgyhogy szeretnék most nektek egy kis képet adni arról, hogy hova jutottam el azóta, amióta megjelent a Forsaken, egészen uh, mostanáig mi történt ugye a játékban, mennyi gameplay éltem meg és hogy ennek a kontextusában az a 30-40 euró, vagy mennyibe került ez a uh, Forsaken DLC megérte-e? Sokan ismertek már engem, és tudjátok ugye, hogy uh, jó 5 évvel ezelőtt nagyon szerelmes lettem a Warframe-be újra, vagy már 6 éve, nem tudom és Mindezek mellett a Destiny volt nekem a, hogy is mondjam, a bűnös játékom, a, a, az alma a fáról játékom, uh, amit mindig játszottam így a Warframe mellett, és ha hiszitek, hanem már azért sok órát belenyomtam a -be, szóval így aktívan játszottam vele. Viszont én magam is, mint sokan, uh, addig játszottam vele, amíg kifutottam a contentből és révén az, hogy uh, hardcore játékos vagyok, főleg ha valami tetszik, egy játék tetszik, akkor nagyon-nagyon bele megyek, és szinte napi szinten sok óráig játszom vele, és ez történt a destiny is, még a Forsaken és az előző DLC-ek megjelenése előtt, ez történt a Destiny-vel is, túl sokat játszottam, túl gyorsan játszottam, és túl gyorsan futottam ki a contentből, és a történetből, és természetesen ott hagytam. Később ugye jött a Warmind DLC, illetve az Osiris DLC, amikre igazából csak annyit fókuszáltam, hogy megcsináljam róla a review-t, kiátszottam a, a, a single player rész mind a kettőnél, ugyanakkor nem mentem tovább. A single player résznél az Osiris DLC-nek, az uh, Osiris DLC-nél egyszerűen láttam, hogy, hogy ez nagyon kevés, és ezért fizettem egy season pass-t, és nem, kicsit, kicsit, csalódott voltam, és őszintén tényleg kevés volt. Behoztak egy single player és egy pár fegyvert. A Vormán DLC már egy fokkal jobb volt, és a Escalation Protocol játékmód, ami azzal bejött, azért egy jó kis ideig le tudott kötni és le tudott kapcsolni, élveztem, mert nehéz volt. Ugye a rédeken azokon túl voltam még az első két réden, úgyhogy én nagyjából túl sok Tennivaló, nem maradt. Nem azt mondom, hogy kifarmoltam mindent még a Forsaken DLC előtt, főleg ugye nem, mert az Osiris és a Warman dlc csak single playerig játszottam ki, mert annyira nem fogott meg az egész történet, hogy értelmét lássam, hogy többet játszok vele, plusz ugye ott volt a Warframe, és a Warframe a main játékon, plusz megjelentek újabb játékok, és hát azzal szerettem volna játszani, és így, mivel a destiny úgy éreztem, hogy úgy, hogy úgy mindent megtapasztaltam, hogy mi volt, így ott is hagytam. Aztán ugye kijött a Forsaken DLC, és elkezdtem játszani a Forsaken DLC-vel, és mondtam abba a videóba, a bemutatóba, ugye, hogy, Uh, a, Forsaken is egy single player, hosszabb, jobb és mélyebb a történet, sokkal mélyebb a történet, ihetetlenül jó lore van a Forsaken mögött, hogyha az ember szereti a 2 lore és nagyon támogatom nektek, hogyha jók vagytok angolba, vagy egyszerűen szeretitek a Destiny 2-nek a lore ásátok bele magatokat, annyira jó sztorikat kaptok, minden karakterről, aki a Forszékönben van, és ez annyi mindenre derül fény, hogy elképesztő. Nagyon-nagyon-nagyon jó a, a, a Destiny 2 lore. és ez a Forszékönnek köszönhető, hogy ennyi, ennyi választ kapunk a Destiny 1-re, illetve az, a, a Destiny 2-re utalva és hátértőtel, karakterekre, Riven története, a Dreaming City története, egyszer kurva, nagyon jó, na jó ezt, ezt itt hagyjuk. Szóval, ha másért nem, de szereted a lore történetet, akkor nagyon megéri megvenni a forszéken, nagyon megéri. Szóval srácok, sikeresen jelentem, hogy nagyjából egy hónap telt el, amit a kijött a játék, se hiszitek, hanem kurva sokat játszottam a játékkal. Kurva sokat játszottam a játékkal. Egyetlen egy dologra nem sikerült eljutni, de az sem azért, mert hogy nem, lennék, nem lenne elég erős a power Kire, mert hogy elértem a 600-at. Úgy elértem a 600-at, hogy már, már csak egy-két dologban hiányzik az, hogy teljesen... Öm, Upgrade-eljen minden cuccot, szóval mindenbe belemenjenek az enchantment kórok, és Masterwork-ös legyen mindegyik uh, cuccom, már csak egy-két dolog kell, tehát nagyon haladok, már csak konkrétan enchantment kórokat kell farmoljak, és azokban a fegyverekben, amit szeretek, és jónak tartok, azokba uh, belemenjen, és hogy masterwork legyenek, és valá voilà, kész vagyok. Mondom ezt, hogy egy karakterrel egy karakterre orba szájba farmoltam az egészet, de azt tudjuk ugye, hogyha egy karakter kiúzol, a másik kettőt könnyebb kihúzni, és ráadásul a másik két karakterem is uh, már már azért, hogy is mondjam, közelít ahhoz a uh, 600-as szinthez nagyon-nagyon gyorsan, főleg azért, mert ugye uh, össze-vissza adogatom a fegyvereket, hogy emeljem az, a, a gear és a többi. Tudjátok, aki desztőzik, tudja, hogy hogy megy ez. Na, szóval nagyjából egy hónaponban telt. 600 ös A raidre igazából csak azért nem tudtam eddig elmenni, mert a srácok, akikkel mennék egyszerűen, nem egy időbe vagyunk online jelen. Éjszaka dolgozom most már, nappalból nem sokat látok így, így konkrétan, tehát időeltolódás miatt az Ultimate Experience, a forsaken a raidjét körsz, ugye a, a Voice of Riven, e egyszerűen nem, nem, nem jutok el oda. El fogok jutni, nagyon meg szeretném csinálni, és biztos vagyok benne, hogy megcsinálom, de már csak ez hiányzik. Is. Hozzá fogom tenni azt, hogy ezt, ezt a videót látjátok, mielőtt bejött az ábra. Hozzá, hozzá, fogom tenni azt, hogy nekem, mivel hogy abba hagytam a Warmind DLC-t, és abba hagytam az Osiris DLC-t, nem teljesen játszottam ki őket. Ki kellett farmolja mindazon fegyvereket és questeket meg kell csináljak, ami, ami még abból hiányzott. És azt is megcsináltam. Szóval, Befejeztem a questeket, minden questet, amit kihagytam az Osiris és a Warmind-nál, uh, War, Warmind mindent megcsináltam. És mindez egyetélve, a Tangle Shore, Dreaming City, minden szájba, 600-as level, 30-40 euró, és azt mondom, hogy Úton útfélen hihetetlenül élveztem a játékot, mert a Destiny, ha van benne, mit csinálod, akkor kurva jó egy játék, és nekem nagyon volt benne, mit csinálnom, az igaz, de aztán egyszer csak leesett a tantusz, hogy nekem azért volt bennem olyan sok tennivaló, mert ugye az Oziris és a Warman DLC-t is kiátszottam utólag. És ugye kimaxoltam azt is. Eszkülésön protokolltól kezdve minden. Tény, hogy egyszerűen nem dobta a kurva escalation protokoll sh shotgun -t. Egyszerűen ne... Ha. Ah, Mindegy, sleeper simulant, anyám kínja, minden megvan. Uh, csak a, az a kurva shotgun nincs, de meg lesz, előbb-utóbb meg lesz. Hát tudom, hogy random RNG, mit, mit, tudsz csinálni vele, de meg lesz. Szóval azért volt nekem olyan sok játszani való. Ha ebbe a konstruktusban nézem, kurva jó az egész. Kurva jó volt, de aztán leesett, hogy Hát, ha csak a forszékön lett volna nekem meg, amit csinálnom kellene, mert hogy már mindenből maxos vagyok, és csak a forszékön kellett volna, hogy meglegyen, akkor nagyon kevés játékidőt kaptam volna. Az igazság az, hogy a játékidő lehet, hogy kevés lett volna, viszont az új küldik, az új raid, az új sztrájkok, gambit, kurva jó a gambit. Egyszerűen le a kalappal, hanem csalnak benne. Mert jelenleg van egy elég durva glitch a gambitben. A gambit kurva jó, sokkal jobb, mint a multiplayer-e. És nagyon-nagyon élvezem. Szóval az hosszú időre lekötött volna. És a tény az, hogy maxoljam a karakteremet, és minél jobban finomítsa, minél jobb fegyverekhez jussak hozzá, hosszú időre lekötött volna a farmolás terén, de hát egy idő után az ember megunja a farmolás, és főleg, hogy van egy másik játék, ami a main játékom, így aztán arra fókuszáltam, és meg is történt, hogy ugye lejen egy szett, egy általános szett a Páncélban és a fegyverekben kiválasztom azokat, amelyek a jobbak, és azt az egy általános szettet, ami, amit jónak tartok, amit kitaláltam, azt a legerősebbé tegyem. Azért, hogyha valami van, komolyabb dolgot kell csinálni, akkor ne az legyen az, hogy hátrányban indulok az egészen, úgyhogy az Iron Banner, ami legutóbb volt, fogtam és orvaszába kifarmoltam magam, és hála Istennek olyan droppokat kaptam a cuccokra, amit egyszerűen tökéletesek voltak, azokba beletettem modokat, masterwork be, bim, have a good day, ladies and gentlemen, már nem sok hiányzik, tényleg nem sok hiányzik ahhoz, hogy, hogy hogy véglegesítsem ezt az egész build dolgot, és még egy-két cuccot összeszedjek, és utána, utána úgy, úgy kész vagyok. Szóval nagyjából egy hónapomba telt, leszámítva az új rédet, ahhoz, hogy Osiris Warmind és forsaken -ben tényleg kihozzak egy teljesítményt, ami, ami mondhatni, hogy közel áll a véghez. Ami a forsaken hiányzik nekem, de ahhoz kéne valaki, akivel tudok játszani, az a malfeasance -nek a küldetése, egyszerűen nem bírom még leszólózni, ha egyáltalán le lehet szólózni ezt a küldetést. Tehát a feléig eljutottam is, olyan a felénél láttam, hogy milyen Kurvára nagy a sebeznek, ott már mindegy volt, szóval nem tudom, valószínűleg az úgy van kitalálva, hogy ketten menjenek végig rajta, vagy nem tudom, de azt még nem tudtam leszolózni. Na majd, ha valószínűleg oda is le fog kerülni, ja, Igen, és a legtöbb ilyet ugye szólóban csináltam. Szóval, um, mm, itt tartunk, gyerekek. Ebben, ebben a kontextusban, kérlek, ne kérdezzétek meg, hogy megérte-e uh, a, a Forsaken dlc nekem igen, mert szeretem a Destiny-t szeretem a lore történetet, és azt, amit kaptam, uh, lord történetben nagyon elégedett vagyok, a gameplayben elégedett vagyok, a Gambittal nagyon elégedett vagyok, egy fantasztikusan jó ötlet volt, és egyszerűen felemelő érzés, ha van egy csapatod, és egy jó csapatod, és egy jó csapattal játszol, egyszerűen elképesztően jó Gambitot játszani. Olyan szintű meneteket mentem néha gyerekek, úristen, nagyon durva, nagyon durva. Um, úgyhogy, ja, megérte, megérte a Forsaken DLC számomra, és ezt a videót az update előtt látjátok, mert most jön az új season, és új dolgok jönnek be, már megint. Folyamatosan update-elik, és ez a jó, és tudjátok, azért érte meg igazán a Forsaken DLC, mert folyamatos update-ekkel fognak minket ellátni, nem úgy, mint az előző évben, tehát igyekszenek többet adni, és gyorsabban, hogy legyen mit tenned. A játékban. Úgyhogy, ja, srácok, ez lenne. Ha de szeretnél, és meg, megfogott az, hogy az első rész, tehát a, hogy az alapjáték, ha megfogott, ugye nemrég ingyenes volt, és hogyha megfogott ez az alapjáték, akkor, és még, és tetszik, és látod amit de félsz attól, hogy nem éri meg, akkor összefoglalva én azt kell, hogy mondjam neked, hogy, hogy megéri. Miért? Mert ha megveszed most a forsaken akkor ingyen kapod meg hozzá a Warmind és az Osiris DLC-t. És akkor viszont kurva sok gameplay-nek nézel elébe. Kurva sok tennivalónak nézel elébe. És úgy fogod érezni, hogy hogy ja, ez megérte, mert hogy itt vagyok több mint egy hónap után, talán 300-400 óra után, fasz se tudja, mennyit játszottam vele, de sokat, és és én azt mondom, megérte így, hogy visszatekintve arra, hogy Osiris és Warmind DLC-vel együtt kész. És még csak most jönnek az új update amiben megyek is bele és vágom magam, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy mi, mi jött be. Ja, ennyi. Ezen a jelentésem, a Forsaken megjelenése után, srácok, uh, már, már csak a raid hiányzik, mint tapasztalat, mint experience, hogy, hogy meglássam, hogy az is milyen, hogy jó lett -e, és már alig várom, hogy tényleg -e egyszerűen úgy időm, hogy, hogy el tudjak menni a srácokkal. Um, de jó, ennyi. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, iratkozz föl. Ha nem tetszett, akkor ne iratkozz fel. De a következő videóig. Sziasztok!